Beidegződött mozdulatok, rögzült szokások. Magyar kutatók új módszere felülírhatja a megszokott agyi programot. Akiken átment a ménkű. Megrázó élmény 100 000 volt. Mi történik szervezetünkkel, ha belénk csap a villám? A napfogyatkozás tudományos utóélete. 2081-ben Magyarország felett is nappali sötétség várható. Unokáink még látni fogják. A vegyipar eredményei. Hazai szabadalmak, magyar büszkeségek. A mosástól a szikvízig. Minden, ami kémia. Vegyészeti szakmúzeum Várpalotán. Az ELTE Emlékezet Nyelv és Idegtudomány kutatócsoportja új eredményeket publikált a Scientific Reports című rangos folyóiratban a viselkedésünk, szokásaink hátterében zajló idegrendszeri és pszichológiai folyamatokról. Németh Dezső és csapata azt vizsgálja, miként sajátítunk el automatikus viselkedéseket, hogyan tartjuk meg, vagy éppen változtatunk egy már berögzült szokáson. A kutatás első felében egy ilyen automatikus viselkedést tanítottunk meg a személyeknek, az teljesen egy készségszintre ért, tehát nagyon jól tudták a személyek ezt a viselkedést, és utána pedig át kellett húzalozni ezt a viselkedést egy másik hasonló viselkedésre. Tehát egy kicsit olyan, mint amikor elmegyünk Angliába, és akkor eddig mindig balra néztünk, amikor lelépünk az úton, de Angliába ugye teljesen meg kell változtatni ezt az automatikus viselkedést, és jobbra kell nézni, nagyon nehéz ez az áthúzalozás. Az áthuzalozás, vagyis a meglévő automatikus készségek, szokások átírása a sport területén sem egyszerű dolog. Nehéz megszabadulni a korábban rosszul elsajátított mozdulattól. A függőség is ehhez hasonlítható. Például sokan jó érzést társítanak a cigarettázáshoz, az ezzel járó rituálé mélyen beléjük vésődhet. De vajon felül lehet-e írni beidegződéseinket? Ez egy számítógépes kognitív idegtudományi feladat, amit tudunk használni, ezt kidolgoztuk, és ezután most már ezt lehet kutatni úgy, hogy akár megnézzük az agyi aktivitást, eközben áthuzalozás vagy a viselkedések megváltoztatása alatt mi történik az agyban. Amikor mi kommunikálunk egymáson, dialógust csinálunk, oda-vissza beszélünk, akkor is nagyon sok automatikus viselkedésünk van, nem nagyon gondolkozunk rajta. De ilyen az anyanyelv is. De ugyanúgy a motoros készségek, vagy a mozgásos készségeknél, a sportnál is nagyon fontosak ezek az automatikus készségek, és mind-mind hátterébe valójában ez a nem tudatos tanulási formál. A kutatócsoport arra a kérdésre is keresi a választ, hogy az alvás miként befolyásolja az emlékek megszilárdulását, és hogyan lehet az emlékezeten javítani. A felvétel, amit készítünk, az a tanulás folyamatát is rögzíti, illetve az azt követő időszakot is, amikor egyébként ezek az emléknyomok rögzülnek az agyban. És amit itt most a képernyőn látunk, az egy olyan személy volt, aki a tanulás után aludt, és azt szeretnénk itt vizsgálni, hogy ez az alvás, ez hogyan segítette az ő emléknyomainak a rögzülését. Az emléknyomok rögzülése a mély alvás során következik be. Ilyenkor nagy amplitúdó és kisebb frekvencia jellemzi az agyi aktivitást. Abban a feladatban, amit mi használunk, ott mi nem nagyon találunk összefüggést alvással, pedig ez is egy ilyen emlékezeti feladati típus. És nálunk pont ez az érdekes, hogy ez már egy eléggé berögzült tudományos tény, hogy az alvás segíti az emléknyomok rögzülését, és mi viszont nem nagyon találunk összefüggést. Meglepő módon azt tapasztalták, hogy nem csak az alvás segíti az emlékek rögzülését, hanem már az is, ha behunjuk a szemünket tanulás után. Sok olyan memóriafeladat van, aminek az esetén kimutatták azt, hogy ha azonos ideig tanulás után vagy alszunk, vagy ébren vagyunk, akkor a teljesítményünk az jobb lesz alvás után. Ellenben a készségek, illetve szokások elsajátításánál úgy tűnik, hogy nem szükséges az alvás a jó emlékezeti teljesítményhez, hanem akár csak egy ilyen csukott szemes relaxált ébrenlét is előnyös lehet, illetve akár egy sima ébrenlét alatt is tud az agyunk olyan tevékenységet végezni, ami segíti ennek az emléknyomnak a rögzülését. A kutatócsoport által kidolgozott rendszer új terápiás és fejlesztő módszerek létrejöttét is segítheti, és így talán könnyebb lesz kitörni szokásaink börtönéből. A folytatásban jön, az istennyila messzire elér. A villám a zivatar felhőtől akár 40 kilométeres távolságban is lecsap. Hatalmas energia, elképesztő égi jelenség. A világon több száz ember életét oltja ki. Nem igaz, hogy kétszer nem csak ugyanoda. Hamarosan a Minden Tudásban.
Mértékből villámcsapás. Bár ritkán fordul elő, nem elképzelhetetlen. A villámok akár 40 kilométerre is képesek lecsapni az ivatarfelhőkből. Ez az égi jelenség évente több száz ember életét oltja ki, de korán sem végez mindenkivel, akit elér. A statisztikák szerint a sérültek 25%-a hal bele a villámcsapásba. A villámok kisebb hányad az, ami lecsapó, illetve ezeken belül is megkülönböztethetünk negatív és pozitív lecsapó villámot. A negatív a gyakoribb, a pozitív pedig a veszélyesebb, jóval nagyobb energiákat hordoz, illetve nagyon messzire, akár 40 km-re is ki tud csapni a zivatarfelhőből, és akkor, ha ott valakit éppen egy ilyen villámcsapás sújt, akkor meglepődhet. A villámlás tulajdonképpen egyfajta elektromos kisülést jelent, amelyet a zivatarfelhőkben lezajló töltésszétválasztás idéz elő. Szerencsére a viharok során keletkező villámok nem mindig érnek földet, akad köztük jó néhány, amelyik már a felhőben kisül. A villámlás útja és működése azonban sokszor kiszámíthatatlan. Még a képzett viharvadászok sem tudják pontosan, hogy egy vihar során összesen hány villám csap le, és az sem, hogy hol. Vannak az úgynevezett felhő föld villámok is, amit nevezünk lecsapó villámoknak is, de néha előfordul ritkábban, hogy fordítva zajlik a kisülés, tehát lentről felfelé, de maga a kisülés sem egy egyszerű folyamat, tehát több lépcsőből áll, egy komplex lépcsőzetes felépítése van az elővillámnak, és utána, amikor már majdnem a föntről lefelé haladó elővillám eléri a talajt, akkor alulról is elindulnak kis elővillámok, és akkor valamelyikkel találkozik a föntről jövő ág, akkor utána zajlik le a fő kisülés. Molnár Ákos hivatásos viharvadászként többször került közvetlen életveszélybe. Legutóbb Amerikában hívta ki maga ellen a sorsot. Ezek a fotók még júniusban a Kansasi Greensburg mellett készültek, ahol csak a szerencsének és a szakértelmének köszönhette, hogy megmenekült. De mit tehetünk mi magunk, ha viharzónába kerülünk? A villám olyan helyre szeret becsapni, ami a legmagasabb pont azon a térben, ahol ez a feszültségkülönbség keletkezik a felhőréteg és a talaj között. Ha mi vagyunk a legmagasabb pont, akkor érdemes legugolni, teszem azt, beszállni az autóba, mert az autó az egy úgynevezett Faraday kalitkaként működik, ami azt jelenti, hogy körbe elvezeti a villámban a keletkező energiákat. Ha mégis megvan a baj, számolnunk kell vele, hogy a villámcsapás következtében akár három sérülés típust is elszenvedhetünk. Amikor egy szervezetbe villámcsap, akkor rajtunk keresztül átfolyik az az energia, ami a felhők felől jön, és ez az energia szívmegálláshoz vezet. A második dolog, ami történik, hogy ez a kisülés, ez egy robbanás gyakorlatilag, és hihetetlen hőenergiát szabadít fel, úgyhogy ha közel állunk, és például vagyunk olyan szerencsések, hogy nem belénk csap a villám, akkor meg is tudunk égni. És a harmadik hatás pedig egy robbanás, egy hangrobbanás, ami történik, ami el tud minket dobni. És akkor pedig az egy mechanikai sérülés, ahogy leesünk. A közhiedelemmel ellentétben a villámcsapás azonban csak ritkán jár égési sérüléssel, és ha fiatal a sérült, akár a teljes gyógyulásban is reménykedhetünk. Idősebb korban viszont súlyos szövődmények is kialakulhatnak. Olyan tünetek visszamaradnak, hogy végtagbénulások. Azért, mert az idegrendszerünk ugyanúgy elektromossággal működik, mint például egy villanyhálózat. Az agyunk ugyanúgy kommunikál a kezünkkel, mint ahogy a számítógép kommunikál a szerverrel. És ez a villámcsapás, ez az energia, ez megbontja ezt a hálózatot, és időseknél ez érzékenyebb. A hatalmas hőenergia ellenére miért ritka, hogy égési sérülést is okoz a villámcsapás? Mivel földelve vagyunk, nem marad meg bennünk ez az energia, átfut rajtunk, és csak azokat a részeit a szervezetnek írja át, amiben elektromos árammal működik. Ezért látunk kevés égési sérülést. Bármilyen meglepő, Amerikában a viharokból származó balesetek 70%-át nem a tornádók, hanem a villámcsapások okozzák. Magyarországon évente tucatnyi ember sérül meg. A halálos balesetek száma azonban kevés, mert ha van a közelben hozzáértő segítő, akkor még azt is vissza lehet hozni az élők sorába, akinek szívleállást okozott az ég haragja. A statisztikai adatok szerint ez 10-ből 9-szer sikerül. A folytatásban jön napfogyatkozás. Dávid harca Góliáttal, a kicsi hold esete az óriási nappal. Hatalmas látványosság az égitestek bújócskája, de van-e tudományos haszna a megfigyelésnek? Részleges, teljes, gyűrűs és hibrid. Napunk és holdunk időtlen játéka. Hamarosan a Mindentudásban. Szia!
Szenzációs felvételeket láthattunk a NASA jóvoltából, amikor augusztus 21-én élőben közvetítette az Egyesült Államok feletti teljes napfogyatkozást. Évezredeken át baljós égi jelnek tartották az emberek, ha a nappal és az éjszaka szabályos ritmusú változását megszakítva, a nap néhány percre eltűnt az égről. A jelenség magyarázat hiány sokáig félelmet keltett, ma viszont igazi látványosság, idegenforgalmi attrakció az égitestek bújocskája. Nagyjából 100 év óta ez volt az első teljes napfogyatkozás Amerika kontinentális területén, amelyik végigvonult a szárazföldön a nyugati parttól a keleti partig, valamivel hosszabb volt 2 percnél ott, ahol a fogyatkozás középvonalában figyelték meg, és ez körülbelül 100 kilométer széles sáv, hát Amerika kiterjedéséhez képest ez egy nagyon keskeny sáv. Egész Észak-Amerikából viszont részleges napfogyatkozást lehetett látni. Napjainkra tudományos szempontból csökkent a napfogyatkozás értéke. Volt idő, amikor a kutatók csakis a teljes napfogyatkozások alkalmával tudták megfigyelni a nap atmoszféráját. Ma már a korona mesterségesen kitakarva, bármikor vizsgálható. De mitől függ, hogy milyen hosszú időre fogy el az égen a nap? Ha a hold korongja éppen nagyobb, mint a nap látszó korongja, attól függően, hogy mekkora a különbség a két átmérő között, ettől függ, hogy a teljes napfogyatkozás az hány perc hosszan figyelhető meg, néhány másodperctől kezdve egészen kb. 7 percig. Fantasztikus, ahogy az óriási, vakítóan fényes napot a picinke holdkorongja kitakarja, eltünteti. A totalitás perceiben a hirtelen bekövetkezett hőmérséklet csökkenéstől még a szél is föltámad. A napfogyatkozás létrejöttének még fontos feltétele az, hogy a teli hold látszó korongja körülbelül ugyanolyan méretű, mint a napkorong. És mivel a hold is picikét elliptikus pályán kering a Föld körül, illetve a Föld is ellipszis pályán kering a nap körül, ezért a holdkorong és a napkorong látszó szögmérete is enyhén változik. A napfogyatkozásoknál előfordulhat, hogy a napkorong kicsit nagyobb, mint a holdkorong. Ilyenkor gyűrűs napfogyatkozás jön létre. Magyarországon legutóbb 1999. augusztus 11-én volt teljes napfogyatkozás. 2 perc, 21 másodpercig csodálhattuk, hogy hazánk felett a hold átveszi az uralmat a nap felett. A következő nagyobb fázisú, inkább azt mondom, hogy gyűrűs vagy teljes napfogyatkozás az 2075-ben, illetve 2081-ben lesz Magyarországról látható. Természetesen kisebb fázisú részleges fogyatkozások az elmúlt években is, és a következő közeli években is megfigyelhetőek lesznek. A Föld különböző pontjairól szemlélve egy évben legalább 2, legfeljebb 5 napfogyatkozásra kerül sor. A pályák kölcsönös helyzetét, a méreteket és a keringési periódusokat is figyelembe véve. Aki látni akar a közeljövőben teljes napfogyatkozást, elérhető távolságban, Spanyolországban, 2026-ban, 27-ben és 28-ban is megfigyelhető lesz teljes, illetve gyűrűs napfogyatkozás. Ezeknek a hossza körülbelül 2 perc, 6 perc és 10 perc lesz a gyűrűs napfogyatkozásnál. Ugye teljes napfogyatkozás leghosszabb ideje az durván 7,5 perces lehet. A napfogyatkozás látványára emberek milliói kíváncsiak. Alapvető tudnivaló, hogy a napba belenézni nem szabad, napfogyatkozáskor különösen nem. A fogyatkozás bármelyik fázisát csak olyan védőszemüvegben nézzük, amely speciálisan napfogyatkozások nézésére alkalmas. Kormozott üveg nem jó. A kormozott üveg átengedi az infravörös sugarakat, amelyek kiégetik a szembelsejét. A több mint 3 évezredre vonatkozó adatokból készített statisztika szerint évszázadonként átlagosan 237 napfogyatkozás következik be a Földön. Ezek közül 66 teljes, 77 gyűrűs, 10 hibrid, azaz gyűrűs és teljes, 84 pedig részleges. Mivel ez a jelenség a Föld felszínének csak kis részéről figyelhető meg, kivételes szerencse, ha lakóhelyünkön csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A folytatásban a hamuzsírtól a festékiparon keresztül egészen az első vegyészetben használt szobaméretű számítógépig. Magyar kutatók, hazai fejlesztések. Mit adott őseinknek a vegyipar? Vegyészeti múzeum a középkori várban. Hamarosan a Minden Tudásban.
A sok véres ostromot megélt várpalotai Túri várat látják. Egy olyan erődítményt, amelyben a hagyomány szerint még Mátyás király is eltöltött néhány éjszakát. De mi köze mindennek a tudományhoz? Nagyon is sok. Ebben az erődben található az ország egyetlen vegyészeti szakmúzeuma. A múzeum első számú feladata és tulajdonképpen küldetéstudata az, hogy megismertesse a látogatókkal, hogy a mai világunk a kémia és a vegyipar eredményei nélkül elképzelhetetlen. Ezeknek a vívmányoknak nap mint nap élvezzük az előnyeit. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1969 óta működő vegyészeti múzeumában bármerre néz az ember, érdekességet lát. Itt van például a már jól ismert szikvíz. Jedlik Ányos széndioksziddal dúsított fröccs adaléka, nem más, mint tömény kémia. De itt látható például a fiumei olajfinomító legelső kőolaj mintája is. Az üvegcsékbe 1883-ban került a folyékony halmazállapotú szénhidrogén, a legszélesebb körben alkalmazott fosszilis energiaforrásunk. Tudták, hogy a világon először bányán belüli robbantást Magyarországon, pontosabban Selmec bányán végeztek? Ennek az volt a célja, hogy robbantással termeljék ki a nyersanyagokat a bányából, elsősorban arany és ezüst tartalmú érceket. Akkoriban nagyon is féltek ettől az eljárástól, úgyhogy külön jegyzőkönyvet készítettek 1627-ben az összes selmeci elöljáró jelenlétében, akik elrejtőzve figyelték a robbantást. A kémia és a bányászat kéz a kézben járt, nem csak a robbanóanyag miatt, hanem azért is, mert a kitermelt kőzeteket, anyagokat elemezni kellett, majd elválasztani egymástól. Magyarországon sokáig Selmec bánya volt a kémia egyik fellegvára, Tán Károly iskolateremtő tudós a kémia hazai fejlődéséhez járult hozzá. Elsősorban szervetlen és analitika a kémia területén működött. Ő volt az, aki Magyarországon először használta a spektroszkópot. Spektroszkóp az tulajdonképpen a mostanában ismert színképelemzésnek a megfelelője, és ő mutatta ki például a bükkfa hamujában a rubidium nevű elemet. A modern kémiát képviselő Tán Károly higanyos vákumszivattyúja, valamint a higanyos súly sorozata szintén a kiállított gyűjtemény része. A könyve a maga korában a legkorszerűbb könyvek közé tartozott, amit a kémiáról írt a hallgatóinak. A kémia fejlődése a mindennapokban is tetten érhető. Elég, ha a hazai festékgyártásra gondolunk. A festékipar fejlődését mutatja be. Sok kis üzem volt az országban, ezekből melyek fejlődtek tovább, illetve olyan speciális festékiparban használatos gépeket, őrlőberendezéseket láthatnak, amelyek közül olyan is van, amit a gyerekek esetleg kicsikét megmozíthatnak. A múzeum kiállítása visszanyúlik a kezdeti kémiai technológiákhoz, például az üveghez szükséges hamuzsírt gyártáshoz. Azt is bemutatja, hogy milyen szerep jut a számítástechnikának a vegyiparban. Próder István a 60-as években még tanult ezen a szobaméretű berendezésen. A Péti nitrogénművekben 1932-ben kezdődött a műtrágyagyártás. Először 25, majd 40 tonna ammóniát állítottak elő naponta, és abból állítottak elő később salétromsavat és pétisót. Ez aztán fokozatosan fejlődött. A 1960-as évek második felében indult el egy napi 420 tonna ammóniát termelő üzem. Ennek az ammónia gyárnak már a paramétereit, tehát a jellemző értékeit, hőmérséklet, nyomás, termelt mennyiség, stb. Azt egy számítógép ellenőrizte, illetve optimalizálta. Ez lett a magyar vegyiparban használt első számítógép. Az adatok bevitele lyukszallagon keresztül történt. 1966-ban ez képviselte a csúcs technológiát. Megépítésénél a legmodernebb berendezéseket használták fel. Az összes vegyészmérnök, aki közel került a számítástechnikához, ezen tanulta meg az alap dolgokat. A Vegyészeti Múzeum egyik büszkesége a Paulik testvérek és az Erdei László féle mérésre és szerkezetkutatásra is alkalmas derivatográf, fapados őspéldánya. De Várpalotán található a magyar leleményt megtestesítő Schlattner kemence makettje is. Az eredetivel a gyenge minőségű barna szenet lehetett jó hatásfokkal hasznosítani.